Szép estét, kedves nézők, hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit a képernyők előtt. Ez a Szóban forgó Szarvas János önkormányzati magazinja, én Szenes János vagyok. Szerda lévén pedig visszatérő vendégünk Molnár Attila alpolgármester úr. Szép estét kívánok én is mindenkinek. Alpolgármester úr. És talán kezdjük a mostani mondandókat egy olyan nagyon nagy közérdeklődést kiváltó témával, amiről úgy tűnik, hál' Istennek, hogy megnyugtató módon látszik rendeződni a dolog, nevezetesen a kastélytörvényben érintett két szarvasi kastélyról született egy feljegyzés. Így van, mivel már korábbi adásban is említettük, és elhangzott a tévén keresztül, a polgármester úr tájékoztatta, a sajtótájékoztatót is tartott ezzel kapcsolatban, én most csak úgy érintőlegesen szeretném ezt megemlíteni, amely az Építés és Közlekedési Minisztériumban lezajlott egyeztetéssel kapcsolatos tulajdonképpeni kastélyokat érintő tárgyalásról készült feljegyzés. Ugye itt az egyeztetés tárgya ez a két kastélynak a funkciójában és használatában történő megmaradása, ami a város számára egy fontos szempont. Ugye hallható volt, hogy kijelöl a minisztérium kastélyokat a magántulajdon bevonására, itt az innovációt, a fejlesztést és a fennmaradást vagy a fenntartást elősegítő célzattal. Ami megnyugtató, hogy ezen az egyeztetésen az elhangzott, hogy az ezévi listában már nem szerepül vagy a listákból kimaradt a szarvasi két kastély, és nem is kívánnak ebben az évben már további kastély ingatlanokat meghirdetni. Tehát az a 8, amely ebben benne van, azok kerülnek úgymond értékesítésre, és azok lesznek azok, amelyek magántulajdonba kerülhetnek. A szarvasiak így szerencsére, és hál' Istennek nem, de ugye megvolt, és arról is tájékoztattam a minisztériumot, polgármester úr, megvolt a testületi határozat, és megvolt a testületi döntés arról, hogy azokat a megvalósítási formákat, vagy tulajdonbaadási formákat támogatjuk és preferáljuk, amelyek a mostani fenntartókat, vagy a mostani fenntartás módját helyezik előnybe. Ugye az egyiknél tudjuk, hogy a Körösmaros Nemzeti Park az üzemeltetője, igen, amely egy másik minisztérium felügyelete alatt áll. A Bolza kastély az pedig ugye a Katolikus Egyház Gál Ferenc Egyetem részére van használva és kezelésbe adva, és az önkormányzat mind a két intézmény vezetővel, az önkormányzat részéről polgármester úr és a testület is lefolytatta azon egyeztetéseket, amelyek ezt támasztják alá, és erről, igen, erről való tervekről is tájékoztatták. Igen, korábban is elhangzott többszörösen, és csak megerősíteni tudjuk, hogy nem is a Körösparti Bolza kastély működtetésével kapcsolatban vetődtek fel a gályok, hanem a Körösmarossal korábban, de hát ez most végtelenül megnyugtatónak tűnik. A részletekről nem kívánok én sem továbbiakban mondani bővebbet. A teljes emlékeztető jegyzőkönyvi kivonat a Szarvas és Vidék e-heti számának címoldalán olvasható, és egy részletes beszámoló pedig a budapesti tárgyalás apropóján annak kapcsán a lap 9. oldalán. Erről ennyit, akit érdekel a téma, olvassa el, és nyugodjon meg, hogy ez tényleg megnyugtató dolog. A másik, ami szintén a miniszter úr részére közlésként eljutatásra került, az a 44-es főút belterületi szakaszának az állapota, és az azzal kapcsolatos tájékoztatás. Ugye, igen, az M44 megépülése után a forgalom jelentős része kikerült városunkból, de azért még mindig számottevő a közúti, számottevő az áthaladó közúti forgalom.
ezen útszakaszon, és az építés során azért plusz, meg már az előtte való években is, ugye a rekonstrukció óta eltelt időszakban is, az építés során is jelentős teherforgalom haladt át ezen útszakaszokon, és főleg a lámpáknál a burkolattal kirakott részek az, amik igazából sérülékenyebbek, de nem csak ezek a felületek rongálódtak meg, és mutatnak jelentős elhasználódást, hanem egyéb más útszakaszok is, szinte az egész város hosszában. Az ugye, az átvezető egész szakasz. Teljes hosszában, teljes szakaszában. És erről tájékoztatta a polgármester úr, a miniszter urat. Ugye a közútkezelőnél, a közútnál az útügyi referens által benyújtott iratok, kérelmek vagy jelzések is, polgármester úr is és a címzetes főjegyző úr által is elkészített iratok és szorgalmazott kiviteli munkák sajnos elmaradtak, és erről tájékoztatta polgármester úr szintén ezen a napon a miniszter urat. És én úgy gondolom, hogy ne súlyosbodjon tovább ennek az útnak a helyzete és a minősége ne romoljon tovább, azért jó lenne, ha hathatósan közben járna a miniszter úr is, úgyhogy polgármester is így gondolta, és ezért közölték ezeket a tájékoztató jellegű dolgokat az útnak az állapotáról. Remélhetőleg, hogyha ugye hamarosan kezdődik a Kazinczy utca rekonstrukciója is, akkor fókuszba kerül. Fókuszba kerül ezen útszakasz is, ugye, mint csatlakozó út, remélhetőleg, hogy ez megvalósul, bizony. És fel tudtuk ráhívni a miniszter úr figyelmét. Ami még érinti tulajdonképpen a kastélyoknak, a úgymond kapcsolódik a kastélyokban, kastélyok helyzetével való foglalatossághoz, az a történelmi Magyarország középnek a pályázata, amelyről szintén egy... Igen, hát itt már tanulmányok hozzon a született, meg a kérdőség. Így van, egy szintén... De hát egyszer csak elér. Meglévő elképzelésünk van, amely megvalósítás előtt állna, és ehhez kértünk támogató információkat a Matétól is, és a Mini Magyarország üzemeltetőjétől is, az Arborétum részéről is, és ezeket megkaptuk. Tehát ezek a 100 000 fő fölötti látogatószámok, ezek igazán impozáns látogatói olyan, számok, és ezek 132 000 fölött. Így van, 100 000 fölött, 110 000 fölött van a Mini Magyarország, 120 000 fő a Mini Magyarország látogatottsági száma is, ugye ezt beszéltük az előző adásban is, hogy ezek megérkeztek. Ezek igazán jó számok, és a jövőre ezek biztatóak, remélhetőleg, hogy meg is marad, és ugye ezek számok tükrében van létjogosultsága az emlékút rekonstrukciójának is, és a történelmi Magyarország közép fejlesztési program megvalósításának is. Remélhetőleg, hogy ezen adatok alapján pozitív elvírálásban részesül majd ezen tervünk, és ha ezeknek az emlékhelyeknek a fejlesztése, vagy bármi nemű támogatottsága a jövőben beindulna, akkor megvalósulhatna ezen emlékhelynek is a terveink szerinti fejlesztése. Igen. Bízunk benne, hogy ezek az adatok és ezeknek az adatoknak a közlése hát ez mind hozzájárul. Ha már történelmi ország közép, akkor csak széljegyzetként ehhez a pontos témához hozzáteszem, hogy a hétvégén az Ávoda Ferenc képviselő úrral, aki minden jel szerint, hogy a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás tanácsnoka lesz a jövőben, ha minden igaz, de ez majd kiderül az új ciklus kezdetén. Egy a lényeg, hogy nagyon fontos tárgyalást folytattunk Kula városában Valka Károly alpolgármester úrral, aki a VMS-nek, a Vajdasági Magyar Szövetségnek egy prominens helyi politikusa, és a megbeszélés fókuszában pedig az ország közép zászlósora apropóján egy olyan kölcsönösen elfogadott felvetés állt, mi szerint 2025-ben kerüljön az ország középre a székely zászló mintájára
a vajdasági magyarok központi zászlaja is, és hát ezt nagyon jó szívvel fogadta a Malka Károly úr, de a kollégái is a megbeszélés során, úgyhogy miután várhatóan a jövő évi Kárpát-medencei nemzetiségi találkozónak Kóla lesz a díszvendége, így aztán ez felállításra kerülhet. Ennek örülök, és várjuk ezt az eseményt is, készülünk rá, ugye hát most igen, már azért ott a... Igen, már valamely készak azért ott eszembe ennek kapcsán, hogy lám-lám, ugye annak idején voltak ilyen elképzelésünk, hogy jó lenne a országház faláról leszerelt és megjavított címerek eredetiét elkérni. Ez ugye nem jött össze, de a zászlósor kapcsán ugye ez a téma azért más irányba fejlődik nagyon szépen. Most már van 4 zászlónk, szóval az jutott eszembe, hogy az lenne, ugye, ha már lúd legyen kövér, hogy valamiféle önálló lobogója legyen itt a kárpátaljai maradék magyarságnak, majd egyszer előbb-utóbb béke lesz. Igen, ha rendezőnek ott is a viszonyok, igen. Viszont a felvidéki magyarság is megérdemelni azt, hogy megjelenítsük, hogy bár jelen pillanatban nem tudom, hogy a felvidéki magyarok használnak-e valami saját lobogót, de azért a vajdasági magyarok öntudatára nagy pozitív hatással. Elismeréssel, hogy ez elismerésre méltó, hogy ők önálló a ugye, lobogót használnak. Gömörben van egy kis szervezet, aki felvállalja ezeknek a régi magyar emlékeknek az ápolását tulajdonképpen. Gömörben, igen. És hát lehet, hogy velük fel lehet venni a kapcsolatot. Hát akkor szerintem érdemes is lenne a jövőben is ezt megtenni akkor. Pontosan. Ők sok mindent ápolnak, ami ott elveszni tűnik a mostani rohanó és globalizált világban. Igen. Úgyhogy gondolom, hogy emellé is oda tudnának állni. Mert fel kell velük venni a kapcsolatot. Megkeressük őket, hogy mi lehetne a közös elképzelés. Nagyon jó gondolat. Ez azért az milyen jól néznek itt az ország középen, hogy a Trianonban elszakított ország részek magyar véreinek itt vannak a zászlai. És azért ez az összetartozásnak a savaborsa, hogy ez is megjelenítődjön, bocsánat. No, de menjünk tovább, akkor örökzöldjeink közülményet a közterületfelügyelettel. Azért városunkban is. Megint megtörténnek ugyanazon az események, amiket eddig is írhatunk önöknek, és erről... Visszatérő módon megtörténik. Igen, és erről a közterületfelügyelő és a mezőőrök minden alkalommal elküldik a listájukat. Ugye, hát itt a szabálytalan gépjármitárolása szinte már most minden hát alapos, mindig van egy jármű, ami olyan helyen parkol, olyan vagy, hét nincs, vagy lerobban és ott felejtik. Tehát én nem is tudom, hogy ha már van autója, vagy valamilyen járműve az embernek, azért az hogy néz ki, hogy lerobban, aztán ott hagyja a bebek 30 adjára, és... Igen. Na, tehát nem, akinek furcsa. Szüksége van az autóra, tehát valahova közlekedik vele, és mozog a városba, ha lerobban egyszer, akkor azt nem szoktuk ott felejteni, mert hát az azért holnap is csak kell az autó. Meg hát annak a műszaki állapotának is olyannak kellene lenni, hogy ne a város közterén robbanjon le, és aztán utána hetekig ott tárolja az ember. A közterületfelügyelőnek ez szinte mindennapos feladatot nyújt, hogy ezeket az a járműveket felkutassa, tulajdonosait felkutassa, és felszólítsa a járművek eltávolítására. Ha nem megy, akkor majd bírsággal, vagy elszállítással, de ezek valami mind a tulajdonosokra lesznek, vagy üzemeltetőkre lesznek hárítva, tehát ez egy visszatérő feladat. Visszatérő feladat szintén a gondozatlan zöld területeknek az ellenőrzése is. Ez is sajnos visszatérő dolog, és az is, hogy a belógó galjak, fák, azért az mindenkinek a járdákra belógó galjak, vagy a közterületre belógó galjak, fáknak a lomtalanítása, visszavágása az azért az ingatlan tulajdonosának a feladata, valamint azt megelőzni, hogy a kerítésből kilógó galjak akadályozzák a járdán való közlekedést.
Igen. A vadkamerát szoktam még ugye megemlíteni. Az most azért ez jó, hogy ezt, működik a vadkamera. Igen, ezzel most egy újabb, ahogy említettem a múltkor is, visszakerült egy régi, de új helyre, ami jó ideig kiesett ebből a programból, de kénytelenek voltak a mezőőrök visszavinni, mert megjelentek újra azok a szemétkupacok. A hulladék az egyszerűen érthetetlen. Amellett más egyéb intézkedéseket is elvégeznek a mezőőrök, például közös szolgáltat hajtanak végre a rendőrökkel is, úgyhogy a városunk területeit bejárják, közutait ellenőrzik, külterületeken is járőröznek, úgyhogy teszik a dolgukat, teszik a feladatukat. Igen. És akkor, ha itt lennél a témán a másnél, csak a kométben menjünk tovább. Így van. A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Útkezelés, kertészet és köztisztaság területéről is megküldi a feladat jelentéseit, ellátott feladatnak a jelentéseit. Ugye a útkezelésnél buszmegálló takarítás, ez szinte már visszatérő feladatsor. Fahíd takarítása, patkák takarítása Jókai, Petőfi utcán, a sportpálya kerítésének tereprendezése. Ugye látható az, hogy elkészült a kerítés, mely és a Ligeti út is megújult teljes egészében, és kialakításra is kerültek azok a parkolók, amelyek ott a parkolást szolgálják. Nem nagy számban, de azért egy kicsit kellemesebb az, hogy már kijelölt parkolóhelyre, és nem a Ligetbe vagy a Ligeti átjáróba parkolnak az autóval. Igen. Az Orosházi kerékpárúton repedéseket javítottak, és a Jókai utcán is elvégezték a folyamatos patkatakarítást. Hát most a másik feladat ugye a szilvanapra készülve, igen, a Szent István Parknak a rendbetétele és annak a környékének a rendezése. Hát ugye az időjárás most csapadékosra fordult a hét elején, megérkezett az a front, és hideg előrejelzés, tehát hűvös hideg idő várható. Reméljük, hogy ez nem lesz azért a rendezvénynek az akadálya, mivel a Komét igyekszik mindent megtenni azért, hogy rendezett környezet és tiszta környezet szóval fogadja az odalátogatókat, úgyhogy így a kivitelezés miatt ez azért is látványos, és nem kell, nem kis feladat, mert egy nagyon mutatós, tekintélyes méretű vidámpark is ide települ. Így van, egy Dodge emmel és egy óriás kerékkel. Ez úgy gondolom, hogy még nem volt városunkban ilyen mérettel, úgyhogy vannak, akik már úgy hallottam, hogy készülnek, hogy igénybe vegyék hát, ezeket a vidámparki elemeket. Edzésben vannak, hogy igen, de ugye parkszínpad lesz felállítva, egy fesztiválszínpad lesz a sajtótájékoztató helyét adó rendezvénytérnél is, a Teknős Béka háznál, és úgy gondolom, hogy ezen helyszínen azért attól függetlenül, hogy biztos, hogy csapadékos időjárásnak nézünk elébe, attól függetlenül mindenki nagyon jól fogja érezni magát. Nem biztos, én azon gondolkodtam, mikor otthon pont van hajnalban, vagy mikor is volt az, hogy esett az eső, elég rendesen, 2006-ban, mikor a városrehabilitációs munkálatok apropóján az Erzsébet Liget abszolút árnyas ráj alá került, vacogtunk egy darabig, aztán vasárnap délutánra mégis kisütött a nap, és ezzel együtt az esős délelőttől is azért tömegek lepték el a Ligetet.
Reméljük, hogy azért az idő a kegyeibe fogadja, no, és az esti órákba esik is, azért a nagyszámú látogató azért biztos, hogy a délelőtti és délutáni órákban lesz szombaton és vasárnap. Ugye 16 órától lesz a megnyitó a templomtérnél, és onnan a templomtérrel induló menettel a fesztivál színpadhoz, és ott lesz a megnyitó. Városi delegációkat várunk, akik testvérvárosainkból érkeznek, úgyhogy már a visszajelzések megérkeztek. Remélhetőleg a fellépők is mindenki jól fog szórakozni ezen a háromnapos rendezvényen. Na de vissza ugye a kertészet, említettem, hogy a gépi fűkaszálás és a gépi öntözés és a kézi öntözés volt a feladatuk még az elmúlt időszakig. Ugye most csak hétfőtől csapadékos az idő, de azért előtte jelentős hőmérséklet különbség volt, ez a tikkasztó 36-38 fok volt még, és ez a planténeres és az ágyásos növényeket rettentő mód igénybe vette, úgyhogy ezeknek az öntözése is folyt. Köztisztaság területén közterületi szemetesek ürítése, központi terek takarítása, ez mindennapos feladat. De patkatakarítás volt a Vágóhíd utcán, a Várkert, Strand utca takarítása volt, Állomás utca, Állomástér, Martinovics térnek a rendbetétele volt. Igen. Még amit elvégeztek, a vásártéri játszóteret takarították, úgyhogy végzi a komép is a feladatait, hogy rendezett és szép legyen városunk. Pontosan. Területe. Így van, egy egészen más, nagyon kellemes kulturális témában, vagy szíves invitálás érkezett. A Szent István szimfonikusok nagy koncertet adnak. Így van, a meghívó levélben tulajdonképpen megköszönik azt az együttműködést, és annak a lehetőségét, amelyet már idestóval egy éve, vagy több mint egy éve végzünk. Több mint egy éve, így van. Úgyhogy remélik, hogy a jövőben is hasonló együttműködést tudunk megvalósítani, de örömmel és nagy várakozással készülnek a 70 éves jubileumi hangversenyükre, amelyre a meghívót csatolják. Ez szeptember 28-án a Zeneakadémián kerül megrendezésre, úgyhogy oda várják a város vezetőit. Igen. Gratulálunk nekik az elmúlt 70 évhez, és további jó munkát kívánunk. Na, menjünk tovább néhány pénzügyel, jelesül a kiadási bizonylatokkal. Igen, lezárult ugye a színházi év, és vele zárt a zenepavilon is. Igen. Ugye minden este programmal várták az odalátogatókat, így a nyár folyamán, és ennek a rendezvényszervezési működési számláját fizetjük ki, vagy utaltuk át 3.978.000 forint értékben. Itt fel van sorolva mellékletként a dátum szerint a fellépők, a ráfordított összeg, ugye ezek bruttó összegben ezek lettek kiszámlázva. Itt egyéb fellépők mellett a hangosítás, egyéb más költségek is szerepelnek. Igen. Tehát ezen összeg a 3.978.000 forint lett átutalva a Cerenus Teatrum részére. Igen. Kiadási utalvány rendelt van előttem, az pedig a sportolói jegyárkedvezmény augusztus hónapra elszámolásra került, ez 47.360 forintot jelent. Itt a teljesítés alapján az elszámolás alapján a különbözetet térítjük meg a fürdő részére. A rákcsáróírtás, ami a és mentesítés, ez a harmadik negyed évi, ezt, amit a Komép a rovérttel karöltve végez el. Negyed évente ugye a rákcsálók és kártevők felszaporodásának megelőzése érdekében ez 98.700 forint összegben került átutalásra. Igen. Előttem van továbbá egy megrendelő, amely a Szarvasvárosi önkormányzata a Volánbusz ZRT által forgalmazott vármegye bérletekből rendel meg 4 fő részére
3780 forint összeggel bérletet. Ezt ugye a Szarvasváros Középfokú Köznevelési Intézményében tanuló jogviszonnyal rendelkező, de szarvasi külterületi lakóhelyen élő, vagy tartózkodási helyen élő fiataloknak, diákok részére biztosítja az önkormányzat, úgyhogy ez 4 fő részére 3780 forint összegben került megrendelésre és kiutalásra. Igen, társasházzal nyilván. Korábbi adásban említettük ugye, hogy a Nemzeti Vagyonkezelőnek a Szarvasvasút út 46 szám alatti ingatlanban, amely a ápolási rész, ápolási osztály egy társasházi alapító okiratát készítését kellett elvégezni, amely elkészült, és az okirat és a műszaki dokumentáció megküldésre került a tulajdonviszonyok mielőbbi rendezése érdekében, és mikorra kértünk egy levelet, hogy mikorra, vagy egy választ, hogy mikorra kívánják ezt tulajdonképpen aláírni, mert eddig ez nem történt. Igen. Mikorra akkor egy hasonló műfajú ügylet a múzeumi telek megosztás. Így van, ott is a szerződés véglegesítése, vagy hát a módosításának a véglegesítése, mert ugye igen, módosítjuk a telekhatár, de kerítést nem kívánunk ott építeni, és ennek megfelelően nagyon szeretnénk véglegesíteni a szerződést. És tájékoztatjuk arról a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-t, hogy tulajdonképpen mi elkészültünk ezzel, de még egyelőre semmilyen más választ nem kaptunk, és hogy mikor történhet meg ennek a szerződésnek a végleges aláírása. Igen, egész más téma. Köszönöm, levél elkezdett a Rákóczi Szövetségtől. Így van, az iskolaválasztási program támogatásában vett részt önkormányzatunk és a Rákóczi Szövetség részéről érkezett ez a köszönet. Ugye az ősz folyamán 5000 külhoni településen 10000 magyar iskolás iskolát kezdőt szeretnének köszönteni, és az ezzel is a szüleiknek megköszöni azt, hogy felelős iskolaválasztást a magyar jövő mellett döntöttek. Úgyhogy ez bővül ez a program. Reméljük, hogy a jövőben is tudjuk támogatni ezen szövetségnek a tevékenységét, és bíznak a további együttműködés, a későbbiekben történő együttműködésben is. Csak a teljesítésigazolásokkal megyünk tovább. Így van, a fogorvosi rendelő kialakítás, ez egy top 20-os pályázatnál a teljesítménybővítés miatti tervek elkészültek, itt a mérőhely áttelepítés, átépítése miatt. Ezeknek a teljesítés igazolása a KFT felé 360 ezer forint nettó összegben kerül meghatározásra, tehát egy 457 ezer forint értékű bruttó számlát nyújthat be. A másik teljesítés igazolása, ami előttem van, ugye az pedig a köz- és térvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése, ez a PLH közüleges KFT részéről. Ez a mellékletek szerint meghatározott munkák elvégzésre kerültek, és ezért 493.864 forint plusz áfa összeget teljesíthet, vagy állíthat ki számlát az önkormányzat részére. Igen. Ezen eszközöknek a javítása, cseréje, elvégzésének az ellentételezésére. Igen. Előttem van egy megbízási szerződés, ugye közbeszerzési eljárást kell lefolytatni itt a Szent Klára gyógyfürdő energetikai fejlesztésével kapcsolatban. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a Dataflight tanácsadói szolgáltató Kft. Került szerződéses jogviszonyban a város önkormányzatával. Ugye itt ez egy minden közbeszerzési eljárás azért egy összetett jogi procedúra, és ennek megfelelően szükséges és biztonságosabb, hogyha egy közbeszerzési eljárás bonyolítót választunk, mert történhetnek olyan kérdések, vagy felmerülhetnek olyan kérdések is, amelyben azért a döntőbizottságnak azért
támogatást kell nyújtania, és ebben a tanácsadói szolgáltató Kft-vel kötünk szerződést, hogy zökkenőmentesen és minden probléma nélkül végbe menjen ez a közbeszerzés. Indul az új kőszínházi évad. Igen, hát ugye vége lett a szezonnak, a nyári színházi szezonnak, úgyhogy a kőszínházak műsorterve a 24-25 éves évadra előttünk van. Ez bérletet is kínál, belépőjegyet is, úgyhogy ezek is a évad jegyárai és a műsor szerintem igen, majd a Szarvas igen, és vidékében meg fog jelenni. Ezt a Jókai Színház vezetőséggel megküldte polgármesteri hivatal részére, úgyhogy ezt majd hírálni fogjuk önöknek. Köszéreljük, így van. Jött egy lakossági kérés, a Mangóban képviselő úr, Csanádi László képviselő úr, a 5-ös számú körzet képviselője felhívja a figyelmet, hogy a lakók jelezték, hogy az üdülősétány és Malom utca szűkössége miatt a közlekedés nehéz, és a biztonságos közlekedés nem megfelelő, de az esetlegesen parkoló vagy szembe közlekedő forgalomnál és a kerítés mellett leálló autóknál vagy növényeknél, amelyeket leír, sokszor sérülés is okozhatnak az utak szélességet leírja, hogy az utak ő írja le, hogy az utak szélessége adott. Itt csak a veszélyes növényekkel lehet valamit kezdeni. Hát ugye erre a probléma felvetésre polgármester úr és címzetes főjegyző úr írt egy összefoglaló választ a közlekedés biztonságának rendezése érdekében. Ugye azt korábban említettük és íreltük, hogy az utaknak a felújítása és jelentős részben az üdülősétánynak a Kárász utcától történő Malom utca csatlakozásig lakossági hozzájárulással valósult meg. Ugye a legcélszerűbb ezeknél a keskeny útszakaszoknál az utaknak az egyirányúsítása, és én úgy gondolom, hogy a közlekedés biztonságát is ez szolgálja, és vannak olyan szakaszok, ahol a lakók kérték, kifejezetten kérték a fekvőrendőröknek az elhelyezését, amely kellemetlen egy kicsit, de azért lassítja a forgalmat, tehát ha valaki elindul azon az útszakaszon autóval, akkor biztos, hogy meg kell törnie, lassítania kell, meg kell törnie a sebességet. Ez szerintem egy jó dolog. Attól függetlenül, hogy mindenki tudja, hogy lakópihenő övezetben van, pontosan. Ott milyen a kresznek megfelelően kell közlekedni, ezt mindenki tudja, ugye ez az egyik dolog. Vagy mindenkinek tudnia kellene, abár ha néha elfelejtjük, akkor igen. Van ilyen is. No de, ami a másik dolog, hogy azért ott csak van egy jobbkész szabály is, tehát akár melyik úton haladok, akár merről. Egy jobbkész szabályt azért azt is tudni, hogy ezeken a területeken jobbkész szabály működik. Azt be kell tartani. Tehát ha én nem figyelek erre, akkor biztos, hogy nem én, hanem az ott közlekedő nem figyel erre, akkor biztos, hogy baleset veszélyt teremt azonnal. Az ezzel is. A másik dolog pedig az, hogy itt ki lehet helyezni akkor a megállni tilos táblákat, ez a javaslat az önkormányzat részéről, és akkor majd mindenki megoldja a saját ingatlanján a parkolást, vagy ahogy elő van írva, akkor a tiltó táblának ellenére, ha megáll, akkor pedig bírságolás következik. Úgy gondolom, hogy ez igazából senkinek sem jó, de azért ez az egyik javaslat. A másik pedig az, hogy ugye ezek a belógó növények és ágak, ezek pedig szintén a telek tulajdonosoknak a felelősségére van bízva, mert meg van szabva, hogy az ingatlanon és az ingatlan előtti területnek a rendbetartásáért az ingatlan tulajdonosa felel. Úgyhogy ezt
úgy gondolom, hogy ha mindenki rendbe tartja a saját portálja előtti részt, okay, akkor ezzel nincs gond, vagy nem lehet gond. Pontosan. Természetes, hogy van olyan, hogy egy vihar után, vagy egy előregedő fa, vagy egy erősödő gaj, vagy éppen egy leszakadó ág kiborítja egy kicsit, vagy kinyomja egy kicsit, na de hát ezt a tulajdonosnak akkor rendeznie kell. Ha pedig olyan mértékű, akkor kérhet nyugodtan segítséget, olyan mérvű, vagy olyan mértékű ennek a károsodása, vagy ennek a letört gajnak a mérete olyan, akkor kérjen segítséget nyugodtan a Comeptól. De útügyi referens is lejár arra, tehát ő is figyeli ezeket. Számtalan olyan dolog is van, amikor jön a opusztitás által megbízott brigád, aki visszavágja a növényeket. És van olyan, amikor a növény, ugye, ha fölül elvágják, akkor elkezd oldalra terebélyesedni. Na de akkor is ez is a tulajdonosnak a feladata, hogy ezt a növényt rendbe tartsa, kordában tartsa. És azért az is jó volna, hogyha ezt úgymond nagy nyilvánosság előtt azért úgy megbeszélni képviselő úr, hogy nem csak két ember vagy három embernek a véleményét hallgatná meg, vagy az alapján írna egy képviselői észrevételt, mert sokkal többen laknak azokon a területeken, vagy járnak, vagy közlekednek azokon a területeken, azért, aki arra jár nap, mint nap, el lehet közlekedni. És sajnos ezek az utak bővíthetésége korlátozott, tehát szinte lehetetlen, mert a telek méretek, a telkek közti távolságok ezt meghatározzák. És ez még mielőtt, tulajdonképpen mielőtt ez lakópihenővezet lett, tulajdonképpen ez kialakult, úgy mondhatjuk, hogy ez a múlt hagyatéka, és én úgy gondolom, hogy ott a forgalmi irányok és a forgalmi rendek is rendben vannak, és jól közlekedhető ez a rész. Hogy ezek a növények belógnak, hát azt pedig akkor az ingatlan tulajdonosának kell akkor rendbe tennie. Így van. Akkor talán ennyit, és akkor már az elején említettük a szilvanapot. Szilvanapról még mondhatunk nagyon izgalmas részletet. Előtte azonban megértem, hogy ne felejtsük el különösen a művészet és a képzőművészet barátok közül, hogy kedvéért említem meg, hogy holnap 17 órakor egy gyönyörűségesen szép estés, egy tárlatot nyit meg Babák Mihály polgármester úr, a Tesedik Sámmal múzeumban Koszta József festőművész gyűjteményes tárlatát, amely december 8-áig lesz látogatható. Aztán nagyon fontos dolog van előttem, részleteit nem olvasom, mert a Szarvas és Vidéke 10. oldalán, illetve a lap online változatában is olvasható teljes mértékben. Szeptember 16-ával indul az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, amit a Biztonság Hete rendezvény sorozat Szarvason 2024-ben. Részletek ezzel kapcsolatban tehát a 10. oldalon. Ugye a hagyományok szerint ez a Köröskörül Futófesztiválon zárul majd, de erről majd még a jövő héten is szótejthetünk. Hát de most a legnagyobb és a legfőbb attrakció, ami városunk egyik legnagyobb rendezvénye, a szeptember 13 és 15-e között megrendezésre kerülő Szilvanap. Ez egy háromnapos eseménysorozat, amelyre mindenkit szeretettel várunk, és az új helyszín a Kacsató helyszíne lesz az idei évben. A megújult Kacsatónak a színességét és kellemes környezetét élvezhetjük majd ezen a három napon, és élvezhetik majd az ide látogatók. Ugye három bejárata lesz a területnek, a Bózasétány felől lehet bejönni, a Vasút utca felőli rampánál, és a Üdülősétány felőli bejáratokat lehet majd igénybe venni.
megjelent, és majd megjelenik még a továbbiakban is, Facebookon és egyéb más oldalakon is megjelenik majd a parkolási segédlet, amelyben... Ami nagyon fontos. Így van. Szép számmal várunk rá vendégeket. Ugye most az Alkotmány utcának a rekonstrukciója, bővítése azért egy olyan fázisban van, hogy használható, de mégse használható. Igen. Szerintem biztos lesznek, akik azon részeket is igénybe fogják venni. Biztos, hogy nagyon nagy körültekintést igényel majd ott a székely, tehát a Szép utcának a Szép utca. Ja, az Alkotmány utca. Alkotmány utca szakaszának a ilyen utca, nem Szép utca, igen, hanem ilyen utca. Nap utcának a Somogyi Béla utca, Arany János utca szakaszáig történő, igen, igénybevétele, ez meg fog növekedni biztos, de vannak máshol is azért parkolásra lehetőségek, segítletek, amiket ez a sajtótájékoztatón is elhangzott, gyorsan elmondom, hogy mindenkinek azt ajánlották, a szervezők házikották, illetve azt kérik, hogy a szarvasiak lehetőség szerint gyalog, azaz gyalogszerrel közelítsék meg a helyszínt a nagyobb torlódások elkerülése véget. És egy nagyon fontos játékszabály, hogy bár manapság országszerte mindenki divatba hozta újfent a kerékpározást, illetve nagyon sokan, ez nagyon örvendetes. Aztán itt van az új trendi jármű, a csoda rollereknek a használata, de ezzel együtt a fesztivál területén, tehát a Várkertben 3 napig nem lehet sem kerékpározni, sem rollerezni, ezt tessék figyelembe venni, tehát amit nem lehet, azt nem lehet, azt a szabályt be kell tartani, balesetek és egyebek elkerülése véget. Meg hát hogy néz ki az, hogy ott megy az ünneplő tömeg, sétál, és akkor közte szeretnék szlalomozni rollerrel, meg ringával, meg mit tudom én. Igen, tehát lesz, van arra is mód, ahol kerékpárokat, tehát a Bolza sétányon a kerékpárokat nyugodtan el lehet helyezni. Így följebb van. A templomtér környékén el lehet helyezni a kerékpárokat, vagy éppen a Vasút utca zöldséges környékén is ott kerékpárokat le lehet zárni, el lehet helyezni, tehát ott van rá mód. Üdülősétánynál szintén van rá mód, kerékpártárolók azért megvannak, mert azok elhelyezésre kerültek a bejáratok környékén, tehát mindenféleképpen el lehet helyezni, igen, ezen eszközöket. Ami még nagyon fontos, ezt dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója is elmondta itt a stúdióban, hogy nagyon fontos, tehát ezt mindenki vésse a kis fejében, ott a szélbe plakátjára egyéb helyre, hogy elfelejtsen, hogy a Vidám Park kivételével minden program ingyenesen látogatható ezen a fesztiválon. Miért fontos ezt hangsúlyozni? Mert arra is emlékeztettük a kedves nézőket, hogy bizony már nagyon sok településen járva az országos fesztiválokat, meg régiós a rendezvényeket, már régeség bevezették, hogy pénzt kérnek a fesztivál látogatóitól. Itt 2024-ben Szarvason ingyenesen látogatható, természetesen ez a Vidám Parkra nem vonatkozik, hiszen az egy nagy vállalkozás, az érthető, hogy ingyen nem fog pörögni, illetve itt az ingyenesség sem ingyen pörög, pénzért csak nem kell fizetni belépőt a vendégeknek és a szarvasiaknak. Aztán, amit még meg szeretnék említeni, erről Zsuzsával különösképpen nem tettünk említést, de nagyon fontos, hogy 14-én szombaton 10 órától 16 óráig bemutató örlés lesz a népszerű száraz malmunkban, ez is nagyon fontos. Aztán a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy 100 évesek a szarvasi méhészek, hál' Istennek egy gyönyörű standdal kitelepülnek, igen, ezzel együtt szombat délelőtt 10 órától centenáriumi közgyűlésüket a 6. Sámuel Múzeumban rendezik, tartják. Aztán a következő napra vonatkozó nagyon-nagyon szép és fenséges hangulatú rendezvény a hagyományok egyében a termésáldás
az ünnepi istentisztelet vasárnap délután 10-kor a tesedeki útaponban kezdődik. Úgyhogy erre is mindenkit várnak. Két színpad lesz felállítva. Pontosan. A fesztivál színpad, ugye ez a Teknős Béka rendezvényház, a másik pedig a park színpad, amely a Szent István téren kerül felállításra, a sörterasz lesz mellette. Igen, és a mellett pedig az ott templom térről indult. Igen, ott templom elől. 16 a pénteken 16 órától és 16:30-tól megnyitó lesz lent a fesztivál Igen. színpadon. A fesztiválon megnövekedett programok következtében egészen vasárnap késő délutánig tart egy folytán. Igen, most a műsor egy kicsit hosszabb, de igen. Vasárnap dél körül már zárás volt, de most azért ki lett tolva egy kicsit a műsor. Igen. Hogy minél tovább tudjuk a programot újtani. Lehet, hogy az időjárás is meggondolja magát, hogy 2006-ban. Annó, amikor már megjöttünk ilyen hasonló esős, vagy hűs szilma napot ezzel együtt, akkor is nagyon jó volt a hangulat. Aztán még a fontos dolog, hogy a felvonulást pedig úgy tervezik, hogy a résztvevők végigjárják a standokat, sátrakat a megújult kacsató körül. És hát Zsuzsa itt elmondta a stúdiumban, hogy szokták volt mondani, hogy a puding próbálja az emés. Itt ezt a gyönyörűségesen megújított, rekonstruált helyszínt most próbálja ki a város közössége a Szilva nap esetében először. És nyilván, hogy majd jó szívvel fogadnak a házigazdák, szervezők, rendezők olyan észrevételeket, amivel majd a jövőben cizellálni lehet a dolgokat, mert ugye arra emlékezhetünk, hogy az utóbbi években változtak a helyszínek, a klasszikus, és nagyon, én azt mondom ma is, hogy a legeslegklasszikusabb helyszín az nyilvánvaló, hogy a templomtér és a Kossuth utca. Ezt addig, amíg a gyönyörűséges Márkáti rekonstrukció nem létezett, ezt megcáfolni lehetetlen lett volna. Ezzel együtt pedig hát most a Kossuth utcán nem lesznek belső udvarok, hanem az egész fesztivál helyszín a templomtértől lefelé a kacsatóig vonult. Az más dolog, mert én azt szoktam mondani, hogy Szilvából sosem elég, a szilvanapi hadszacári vásári forgatagot a csillagoségig lehet és szabad bővíteni, jó értelembe véve. Nagyon sokan bíznak abban, hogy majd ez vissza tud úgy bővülni a következőkben, hogy esetleg ezt a nagyon szép Kossuth utcai hangulatot az udvarai, már a sörbor, gyermekudvar, stb. Révén újból lehet majd hasznosítani, de ez legyen a jövő zenéje. Most örüljünk annak, hogy van egy csodálatos várkertünk, és oda várják a vendégeket, szórakozni vágyókat. Ja, és mindenkitől türelmet és jó hangulatot kértek az irányban, mert hogy lesznek hajnalig tartó bulik, ugye hajnal 3-ig tart péntekről szombatra. Ezt akartam még elmondani, hogy a Bangolnak és a környék lakosságának a türelmét kérjük. A rendezvényekről kiküldtünk egy, és hát a Cerunz Teatrum egy szórólapot juttatott el minden lakóingatlan tulajdonosához postaládán keresztül. Én arra kérek mindenkit, hogy ez a 26. alkalommal megrendezésre kerülő Szarvasi Szilvanapok most ezt az új helyszínt próbálja meg, és arra kérek mindenkit, hogy legyen egy kis türelemmel, toleranciával az iránt, ami tulajdonképpen városunk egyik legnagyobb rendezvényével jár vagy járhat. Remélem azért, hogy mindenki inkább örömmel fogadja ezt a programsorozatot, mint ellenséges hozzáállással. Remélhetőleg, hogy nem lesz semmi gond, és nem lesz semmi probléma. Tényleg ez a három nap, tulajdonképpen két éjszaka, 13-án, pénteken este és a szombat este, de erről értesítést küldött minden ingatlan tulajdonosnak a szervező. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha egy kis együttérzés van, és örömmel fogadják ezt, akkor nem lehet ebből gond.
erre a két éjszakára el lehet ezt azért egy kicsit viselni, meg hát úgy gondolom, hogy nem minden az, ami a hangerőről szól. Hát nem. De a fellépők is azért örömmel hívtuk őket, és örömmel igen, jöttek. Két kiváló műsorvezető fog ügyködni a két színpadon. Jelesül Gombár Hajné és Pierre fognak konferálni, ami szerintem a szarvasiak és a vendégek apropója is nagyon megnyugtató, hiszen ők VR profik ebben a műfajban. Ez csak jó történhet velük ilyen irányba. A másik pedig az is elmondott a sajtótájékoztatón, Zsuzsa is elmondta, hogy igen, a költségek azok nem két filléresek. A 26. ezt én poénból tettem hozzá, ezt olvashatják a Szarvas és Vidékében is, hogy 26-odjára 26 millióból igen. próbálják kihozni, tehát bizony ez nem kevés pénz a három napnak a kínálata, mert minden pénzbe kerül. A polgármester úr, én ennyit kívántam hozzátenni. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát ezen kedves a hétvégén. Kedves nézők, mindenkinek jó szórakozást, jó egészséget a hétvégére. Az időjárás fejleményei kapcsán ne csak rétegesen öltözzenek, de tekintsenek az égre is, magyarán széldzseki, esernyő és egyebek azért legyenek kézben, mert az időjárás ide vagy oda fordulhat, nem, hogy megfázzanak. Ezzel együtt nagyon jó szórakozás, jó hangulatot a hétvégi három nap összességére. Péntek délutántól vasárnapon estig mindenkinek nagyon szép szilvanapi ünnepség sorozatot kívánunk. A Szobaforgóval pedig a jövő héten a szokott időben jelentkezünk majd ismét. Minden jót! Minden jót, jó egészséget kívánok!